nekem etiópiai felmenő vannak apai részről, ugye édesanyám magyar, és amikor ugye beszéltünk arról, hogy lesz ez az adás, és meghívtatok, amit köszönettel fogadtam el, elgondolkodtam rá, és egy, 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 közhely jutott az eszembe. Általában a közhelynek azért van némi alapja, hogyha valaki nem tudja, hogy honnan jött, és, és a gyökerei honnan származnak, szerintem soha nem fogja tudni, hogy önnön magába ő kicsoda. Bemutatjuk Magyarország véleményvezéreit. A műsorban elhangzó gondolatok, vélemények. Mert ez egy véleményműsor, ezért hívjuk így. Véleményvezé, véleményvezérek. véleményvezérek. Artúrral és az Indiánnal. 98.6, Manna FM, örömre hangol benne a Véleményvezérek, Artúr és az Indiánnal című mega sláger műsor első rendes adása a 2021-es évben. Hello Indi! szervusz, így idén. Ja, először. E, ide, ide, egy, egy mixadást hallhattatok, aztán utána egy megismételt adást, és ez most az első olyan szellemi szabad termékünk, amitől, amitől boldogok vagyunk. Nos, e, nos nézzük akkor, mi a, mi a, mi a, a téma. Rögtön csapjunk ma. bele január. Ja, első ilyen. témája, hogy fontosak a gyökerek, fontosak a gyökereink. Honnan származunk? Igen. Ez most én kielentő módonként és nagyon remélem azt, hogy senki sem tud belekötni ebbe, de hát nem lehet, hogy bele tud kötni, mert van van, van, a, van az a helyzet, amikor lehet, hogy nem fontos valakinek az, hogy honnan származik, van az a helyzet, amikor már eltávolodott annyira az ős az ájától, hogy nem fontos. Na erről próbálunk hát majd én itt. Én nem. most saját nem, mert úgy tudok beszélni, hogy a mi családunk, ugye alapvetően magyar származású magyarok, de közben a családból van, aki Hollandiába él, élt, van, aki Izraelbe, van, aki Amerikába főleg inkább az idősebb generációt, tehát a nagyszülők generációja. És azóta legmeglepőbb, amikor egyszer csak jelentkezett egy, nem tudom most hova soroljam, hanyadik, unoka, húgszerű, rokoni állapotban levő hölgy, hogy, hogy ami rokonunk. Aztán kibogoztuk, hogy honnan és jött is megtanulunk magyarul, azért tudjon velünk kommunikálni, fölkutatta, hogy hogy tud ide jutni, és meglátogatni minket. Hm. Ez, ez jó rég volt, ez 30-35 De hogy így ilyen nagy általánosabb az elmondható a mai világban, hogy nagyon nehéz olyan családot találni, akinek nincs külföldi vonatkozása, mert, mert mindenkinek valaki -e él külföldön, Londonban mosogat vagy giroszozik. Alapvetőleg, és vagy valamilyen származású, tehát ez alapvetőleg így működhet, vagy azért vannak az 56-os magyarok, ugye, akik már kimentek ugye, a forradalom után, és. Igen, aztán a az a az, az, az érdekes, amikor már nagyon rég ment ki valaki, és az ő leszármazott. A többedik generáció. a e az eredeti? Így van. Általában irány. a második generáció már szokott. No! és éppen ezért szereztünk vendégeket. Most itt kivettünk a bejárat elő, és akkor erre jöttek, tök véletlenül Ekkor nem Sziasztok, Bálint. Szia Bálint! Hello. Sziasztok, boldog új évet! Miért jártál pont erre, itt a Gervai utcában? <gül> <gül> és itt van velünk a Bebe Dániel. Sziasztok! Bebe. Sziasztok. Szia, és Magdi, Szaid, Kaffi, a Kaffi. Szia, Kaffi. Sziasztok, boldog évetésén is kívánok. No, úgyhogy hallottátok ezt a mi kis anekdotázásunkat itt az elején, akkor az a kérdés, hogy hogy tudtok-e ezt hozzászólni most ugye első körben Fontosak a gyökerek, nem fontosak a gyökerek. Te kezdjük az tehát most... Szerintem tegyük tisztában... Levegőt, tegyük, csak egy nagy levegőt vettem, én nem akartam semmit írni. A hogy ki honnan származik, hol született, hogy lehessen valami kötést párosítani hozzá. Kezdjük, kezdjük. A hölgyekkel. persze, hát igen, Tehát csak a levegőt. <laughs> um, igazából én a származom, és én azt hiszem, hogy a fontos a gyökerek. Nekem ez fontos. Még mindig azon gondolkodom, hogy a, hogyha valaki nem tudja, hogy a honnan jött, és ott mi a, a szokásosok, nem tudsz saját ötödet csinálni, úgy, mint nem tudsz te magadnak lenni, mert azok, ami ti, tényleg belül vannak, ez vagy, aki, aki uh -huh. vagy igazából. Szóval nekem számomra szintén nagyon-nagyon fontos a gagyokarék, és mi mindig emlékszem, honnan jöttem. Uh -huh. Oké, okay, itt vagyok most már Magyarországon 6 éve kb., de ezért, hogy a és igazából integráltam, és tisztelem itt a kultúrát, és de belül azok, amit otthonról hoztam, ezt megmaradtak. És próbálok mindig, minél többet is gyakorolni nagyon sokszor. Tehát ha vannak olyan dolgok is, amit azt mondanám, hogy inkább Adhagyni, mint, mint, mint viselni. Na, erre erre visszatérünk igen. majd, és akkor most engedjük meg, hogy bebe is megszólaljam már nagyon Ja, én nem feltétlenül akarok beszélni, <gül> <gül> csak bejött melegedni. Hát nem Na. is erről van szó, de azért én érdeklődő szoktam szóval? hallgatni, hogy ki mit mond egyébként. Hát nekem etiópiai felmenőink vannak apai részről, ugye édesanyám magyar, és amikor ugye beszéltünk arról, hogy lesz ez az adatás, és meghívtatok, amit köszönettel fogadtam el, elgondolkodtam rá, és egy, egy, egy közhely jutott az eszembe, általában a közhelynek azért van némi alapja, hogyha valaki nem tudja, hogy, 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 hogy honnan jött, és, és a gyökerei honnan származnak, szerintem soha nem fogja tudni, hogy önnőn ön magába ő kicsoda. Igen, lényegben ugyanezt mondtam. Abszolút, abszolút, is. abszolút, abszolút. És én is ezt gondolom. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos, a gyökerek. Én itt születtem Magyarországon, de amit mondtál, hogy, uh -huh. hogy, hogy, hogy két laki a, a, a szív, ez, ez én azt gondolom, hogy hogy, hogy mindenkinél így van, aki ilyetén formán látta meg a napvilágot. És nagyon érdekes volt az, hogy amikor először jártam Etiópiában, akkor úgy éreztem magam, mint, ahol, mint ahogy sehogy máshol a földön, Magyarországon kívül. Tehát olyan volt, mint otthon lettem volna. Tehát amikor leszálltam a repülőről, attól függetlenül, hogy sosem jártam még előtt Etiópiában, úgy éreztem magam, mintha hazaérkeztem volna. De Úgyhogy... nálad a családban is fontos volt? A tud részéről, hogy állandóan meséljen, hogy milyen az etióp kultúra, mi történik ott. Hát te én... te fő volt azért készülve, legalábbis fejbe. Hát fejben igen, de én azt gondolom, hogy erre nem lehet. Tehát, hogy de, hiála, tehát hiála, hiála, mesél az ember. Igen, tehát az, igen, csak van az a fészt, fészt. réteg, aki nem beszél, vagy nem fontos neki, és nem tudja a múltját. Azért mondom, hogy azért nálad másabb mert ti azért egy, kaptatok ebből egy dózist jó sok. Egyébként, igen. hogyha otthon, tehát nem úgy vagy nevelve, hogy ezt téged kell, hogy érdekel, akkor nem fog érdekelni általában szerintem. Nem azért. feltétlenül, mert van egy ismerősöm, aki igen. aki, igen, akinek ugyancsak ö, két lakia a lelke, és nem beszéltek otthon a szülők soha, hmm. viszont érzett egy olyan belső indítatást, hogy ő igenis meg akarja ismerni a másik felén, és elindult a világba, és... és... Hmm. Na nézzük Bálintot akkor, hogy hova tartozik egyáltalán, te egyetértesz ezzel a kijelentéssel, fontosak, nem fontosak, ha igen, miért, ha nem, miért? Hát, nem tudok belekötni igazából, mert elfogadom, Nagyon kedves. elfogadom ezeket a tényeket, meg amiket mondtatok, és sőt az én nagyobbik nővérem amúgy pontosan így gondolkodik, ahogy ti, viszont én amúgy nem így gondolkodok, engem annyira nem tudom, nem, nem hozott lázba sose, hogy, hogy most kimenjek Nigériába, apukám ugye Nigériába, mm -hmm. Nigériába született, onnét on, jött Magyarországra, én már pápán születtem, én vagyok a legkisebb a családba, két nővérem van. A nagyobbik nővérem, ő imádja Afrikát, és ő már volt is kint. Lehet, hogy amúgy azért nincs ez a nagy kötődés, mert én még sose jártam amúgy Nigériába. Uh -huh. Kenyába jártam, de az, az olyan volt, mint kis, kicsi voltam, el voltam, jól éreztem magam, jó volt már, mindig meleg volt. Uh -huh és, és, aztán hazajöttem. igen, és, én nem tudom, én itthon érzem magam mindig, Magyarországon érzem magam itthon, úgy értem, hogy itt, érzem magam biztonságban, és nem is tudom elképzelni a jövőmet máshol. de nem probléma, olyan rémülve nézel rá, mint hogy én valami nem tudom, én bíró és úgyhogy hagyjál békén. Egyébként szóra a te is most így kíváncsiak vagyunk, hogy ja, ezt, hát, én én ugye... tudom, hogy te ezt, hogy élted meg ugye régi barácsonra, de a hallgatók nem tudják. Ja én persze, hát nyilván én nagyon kicsi koromban már szembesültem ezzel az ügyet, tehát 16 hónapos koromban már kint Kongóba, úgyhogy ott, ott maradtam 3,5-4 éves koromig. Tehát hogyha ez ennyire kicsi korban jön, akkor valószínű, van van valami, valamilyen fajta kötődési lehetőség, de ez nem tudatos nyilván addig, vagy a, akkor, abban a korban is, 20 éves koromtól kezdve elkezdtem ezzel foglalkozni. A, viszont ennek a mozgatórugója az az volt, hogy mondjuk a 90-es évek elején rengeteget kellett verekedjek -e ilyen skinhead fickokkal az út. Tényleg? Persze minden nap. <hállítodat> Véleményvezérek. Artúrral és az indiánnal. Hallgassd a 98.6 Manna fm -et. Budapesten és környékén tekerj a 98.6-ra, vagy hallgassd online a mannafm.hu oldalon. Manna FM. Örömre hangol. Én Torinál tartottunk, de ezt nem is hosszabbítom sokáig, viszont egy momentum volt nagyon érdekes, hogy pont ezek a nagy verekedések, hát itt azért mindenfajta külsére, mi még látható a kis arcomon, ez ebből kifolyólag, másoknak is természetesen, hogy csak így. És de, 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 hogy ez volt az a kérdés, hogy akkor mi a baj? Tehát mi, mi, a fene van? Tehát ez, ez az, az irányba, kell, ez be nálad, ezt ez az ez, ez, persze. Egyébként nem, nem érdekelt volna. És lehet, hogyha nem lett volna ez a sok hacacária az utcán, akkor lehet, hogy nem érdekelt volna az egész afrikai sztorium. De így igen, így nagyon. <laughs> Bálint téged értek ilyen atrocitás? Nem ebbe a témába akarom terelni, csak... Hát én ugye én, pápai vagyok, ugye ez, egy, egy kisváros ugye Budapesthez képest, és az, azért a közösség is jobban, jobban ismeri egymást. Pont Ö... ezt akartam ebből kihozni, hogy Szorelt tehát gondolom, egy szűke burok, igen, én tehát nem meg ezt a negatívumot. Tehát, így van, és engem érdekeltek amúgy még mai napig is, meg kiskoromban is a, 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 magyar kultúrával kapcsolatos dolgok, és igazából nem tudom, így az afrikai, afrikai tradíciós, meg, meg, ezek annyira nagyon távol állnak tőlem, még igazából most is nem is tudnék róluk beszélni nagyon, viszont a magyarokról meg imádom őket és képviselem őket a mai napig. Nem, az egészben most én most vagyok a kívülaló, annyira én se, de hozzátok képest gondolod? igen. <laughs> ö, <laughs> ö, ö, de hogy tökéletes, hogy négyen négyféle kép élitek ezt meg, már gyerekkorotok óta. Tehát, hogy igen, te de, később de... érkeztél ide, igen, én. te én születtél, születtél, de később mentél jó a később. Te ugyan itt született egy gyerekkorod ott kezdted, te hmm. pedig később is itt és nem is voltál eredetileg. De ezzel nincs is semmi baj egyébként. Nem, egy ezt mondom, hogy ez, ez, előbb, ez, 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 ez tök jó ilyen. Előbb, vagy, előbb, előbb a, a, bántalán, arra szerettem volna erre hogy rám nézett, hogy ez nincs probléma. Hogy nem tudja meg a saját magát, hogy, se, hogyha hogy, nem tudja a gyökereit. de, figyelj, de biztos vagyok benne, hogy tud a gyökereiről. tehát hogy, hogy, biztos hogy tudja? De nem olyan mélyen. Ja. Szántóan tanulmányozta ezt a dolgot, mint akár. Szó, de, ez, akár... de én nem, ezt mondom, hogy, hogy, hogy szerintem annyira másképp éltétek, meg annyira másképp ö, kezdtétek az életeteket mind a négyen, és ehhez képest még a bálint teljesen másképp. Hmm. Igen, de mind a négyen tud, tudjuk azt, hogy, hogy hogy az egyik felünk honnan származik. Ez hát neked Nem, nem tudta be, hogy igen. nagyon Tehát, meg, akarom meg Nem tudom, nekem nézni. az gyerekkorom óta benne. Vagy mik, mikor volt az első utad akkor? Hú, az első út az elég későn történt, az, hát most már lassan, lassan tíz éve tíz éve történt. Az első. tíz éve voltál először. Először. De, de hogy, hogy engem gyerekkorom óta izgatott ez a dolog, hogy, hogy mi van, hogy van. Egyébként erre a szülők is segítettek. Ja, tehát kaptunk olyan könyvet, ami Afrikáról szól, Etiópaprika, stb. stb. Tehát ők folyamatosan adagolták, de ami nagyon jó volt, hogy nem akarták ránk erőszakolni ezt az egészet. Tehát, hogy már pedig neked is igen, és ki kell menni Afrikába, és körbe kell nézni, hanem ez magától jött ez a dolog. Uh -huh. És ez maradt is. Te kafi, az lenne a kérdésem, tegyük föl, iszonyatosan meg szerelmes leszel egy, egy fickóba, gyönyörű uh, boldog család. hol, <laughs> hol van? van, <laughs> <jó, hol> van <laughs> Ez, hogy honnan, honnan származik a fők? <laughs> ja, akkor mindegy, tegyük fel, honnan <laughs> ja. származik, honnan kell Igen. származnia, származni, mindegy is. És akkor egyszer csak születnek a gyerekek, lehetetesen, mm. és akkor most elviszed őket Szomáliába, vagy nem viszed el őket Szomáliába? Vagy fontosnak tartott, mm. hogy ismerjék a szomáliai gyökereiket? Én fontosnak tartom, hogy a, megismerjenek a szomáliát, még a nyelvet is tanuljanak amúgy, de kicsit bonyolulta bennél az életem, hogy a, nem tudhatom ezt, hogy a később biztonságosabb lenne nekem, meg a gyerekeimnek is visszamenni Szomáliába, mert hát én, én most keresztény vagyok igazából. Hmm. Itt hát a Szomália mindenki muszlim. Hát történt egy vallásváltás. Igen, ha? igen, ja. igen, és ez a kicsit bonyolít mindent, de hogyha a család elfogadna ezt a részet, hogy én nem hiszek most már az iszlámt, akkor, akkor talán igen. Mert, mert szerintem nagyon, nagyon szép a szomáliai kultúra, és meg a anyukámat is szeretné, hogy ők tanítsa a, a gyerekeimet. Szóval ez fontos lenne számomra, igen. És még egy kicsit akartam úgy beleszólni neked. Nem lehet ezért nem fontos annyira Afrika, mert a, nem volt senki, aki nagyon sok Na, sokszor beszélsz a a afrikáról. Na, lehetséges, egy... igen, ugye én korán elvesztettem apukámat, úgyhogy mm. valószínű, hogy ugye tíz éves volt, amikor a apu elhunyt. és előtte is ő már nairobi dolgozott, Kenyába, már egy jó pár éve, úgyhogy igazából így... Ja, akkor csak legyen, igazából, én. Igen, az, az, az én, én köztem a kapos, ő, ő, mm. úgy volt lazább, hogy amúgy annyira nem is volt laza, csak, csak nem volt jelen ténylegesen így így az, meg az egy képettem anért viszont szóval. viszont amúgy tök érdekes, hogy a, a, ő nagyon keresztény volt, és én például a halála után kezdtem el, például azokat az értékeket, az értékek iránt érdeklődni, ami, ami iránt ő is érdeklődött, és, és igazából akkor a, 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 és hát próbáltam mindig is úgy élni. Amit anyukám elmondott, hogy ő, ő hogy 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 nézett a világra, hogy viselkedett az emberekkel, uh -huh. hogy állt az egész élethez, és uh, igazából uh, így, így, igazából tanított, de yeah. de úgy tanított, hogy, hogy igazából nem tanított, csak csak tudom, hogy mit szeretett uh -huh. volna kihozni belőlem, és hogy, hogy milyen embernek uh, a Lényeg az volna örökségét viszette tovább. Így Véleményvezérek Artúrrál és az indiánnal. Mik azok a szokások, kulturális szokások, vagy akár mentalitásbeli különbségek, vagy pozitívumok, amik Európa felől vinnénk Afrikába, illetve Afrikába hoznánk ide? Nyilván Bálintnak egyirányú a jegye ebben a szempontból? Tehát Igen, az a... Igaz, igaz, igazából olyan sok, mondom, hogy Nigériába sose jártam. De szóval mi, on, mit on, 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 am, amit, amit így tudok, Ugye az csak a nővérem, amit mesélt, amikor volt kint, az alapján tudom, hogy azért ott a család az nagyon összetartó volt, ami, ami néha itt Magyarországon, megfigyelek, figyelek, uh -huh. így, ö, akkor azért az nem mindig nem mindig annyira szoros a családon belül kötődés. Ö, innét Magyarországról, nem, ö, igazából a, a modernizációt vinném igazából Afrikába, Ö, ö, hogy, hogy, hogy igazából segítsük a, 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 az, az ottani, az ottani helyzetet. Mm. Igen, kafi. Vagy Most vett a levegét, <laughs> megint vettél levegőt, ezt Nem csak jönnek a gondolatok, ez mindig tudod, hogy <laughs> e, akkor modern kap, a, a modern kap egy információt. E, be ja, én is egyet értekem úgy, hogy a család én is azt láttam, hogy a, ott Afrikában, mert főleg nekünk is Szomáliában nagyon-nagyon fontos a családok is, mindig együtt vannak a család. Szóval nem nagyon eltávolodunk egymástól. Én is ezt um, Afrikáról idehoznám, ez uh -huh. egy dolog. És mit vinnél oda? Hm? Mit oda? Um, szerintem a, a szabadság a nőknek. Én uh -huh. nagyon um, szeretek támogatni, meg védeni nőket, és uh, az, hogy a nők, nők mennyire, hogy mondjam ezt a شك مني لها دوشي قد كبحت نقيت és mennyire merhetnének tud álmodni, mennyire merhetnének a, ugyanaz, mint férfiként a, 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 csinálni dolgokat, és nem félnek ettől, hogy a, ők most nők, és ilyen dolgokat nem tehetnek, amit a férfi teheti. Most jelen pillanatban ez van Szomáliában, hogy akkor a nők nem tehetnek meg minden, mint a férfi. Hát igen, 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 van, van, sajnos van. Nem annyira rossz, mint régen, de most a, szóval egy kicsit jobb most, de mint mindig van, és mindig most létezik. Most azt, úgy kell képzelni, hogy nem vezet, tehát nem feltétlenül minden hallgató van képben ez a igen, azt akarom, hogy mondjuk hogy legalább egy kettőt, hogy mi igen. az, ami. Igen. Nem vezethetnek a nők. Nem, nem, nem vezethetnek Aha. nők. Hát mondjuk nem is szoktunk kimenni a bolba egyedül, úgy mint tényleg valaki kell, hogy menj Egy férfinek kell, hogy menjen veled, ha kimész egyedül az utcára, vagy a, a városra. Um, igazából tanulni, tanulhatsz, de nem annyira szokták a nőket a munkára munkát adni. Uh -huh. Szóval ilyen dolog is, egy nő nem vezetheti összletet Szóval olyan dolgok vannak, ami hát igazából a mai világon teljesen normális, igen, hogy nő csináljon, de igen. ott nézle, ennyire nem. Igen, ez érthetetlen az ügy, nyilván, persze. Web, Bebe? Levegőt. Ö, jaj, levegő király, mi? <laughs> Érdekes egyébként, mert ugye a tradíciók azon formája, hogy a család milyen fontos. Én ezt, ezt jó apámon keresztül ö... Ezt igazolni tudom, hogy hogy bármi történik nálunk, a vasárnap az, az mindig együtt kell, hogy legyen a családnak. Tehát az, hogy a család összetartó legyen, az borzasztó fontos. Az unoka testvérével, itt a testvérével mindig egy központi helyen találkoznak, ez általában Berlinben szokott lenni. Ugye a, a mi családunk az a világ minden táján lakik, tehát az Egyesült Államoktól elkezdve, Ausztrálián keresztül, tehát a szanaszét van mindenki. És... És ez, hogy a család együtt legyen legalább egy évben egyszer. Igen, Tehát, hogy a tülyen... mondja, nem is csak a család, meg a rokonok is mindig együtt igen, 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 vannak. igen, igen, Pláne, ugye, amikor én házas voltam, akkor, akkor a világ minden tájára jöttek, a, jöttek az esküvőre. Tehát, hogy egy ilyen gigaparti lett belőle. Erről Ö... tudnék mesélni. Nem <laughs> 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 a hanem a szóra lehet sem. Az, a az, az, az volt, az esküvő. Életem első tradicionális afrikai esküvője Párizsban. Ott világított. Ott világított. Egyedül világított a párommal. <laughs> Jó, én egy kicsit félhomály van. Éli, tudod. Ott, tudod a milli van tudod. A, kaják is az a speckók, mondjuk te, te azt hiszem azért bátrabb volt. Én mindent megadtam. Tehát mindent megettem. Nem, nincs. nem, 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 rossz, hogy tőle? Hogy? Nem voltál rossz, tőle? Nem, ez én nem, nem de én eleve, én ilyen nagyon nyitott, hogy meg sokat Jó. utazom, és bárhova megyek, én mindent megkóstolok, mindenbe belekóstolok, tehát nekem ilyen problémám nincsen. Én azt mondom, hogy mindenkitől ezt hallottam, aki afrikából szemezgő család, és tettéleg ez fura, hogy minden én egyet adnék az Afrika kezébe időt, annak az ismeretét. Ő, ez egyébként ez, ez ismerik. Attól, hát ismerik, de... Ismerik, csak sajátosan. igen, ez vegyük az úgy, hogy elég sok. Ezt... ott is az esküvő röpke két óra késéssel kezdődött, tehát elszaladt az, az, az a két óra. óra. Hallottam egyébként az időre reflektálva, hogy nálunk a spiritualitás miatt teljesen másként működik az idő, mint ahogy, mint ahogy mondjuk Európában. Mm -hmm. És ezért van az, én borzasztóan ki vagyok tőle, amikor, de, amikor megbeszélünk egy időpontot. Két óra múlva még Sehol és rátelefonálok a haverra, és hol vagy? Még nem autón vagyok, nyugi már, hova sietsz? Tehát, hogy, és ezt, ezt én tudatosan próbáltam ezt kutatni, hogy ez miért van? Tehát miért van az, hogy mindig késés van? És uh, erre vezetik vissza, hogy a spirituális uh, lét miatt, ami hmm. nagyon fontos uh, Afrikán, szinte egész területén, um, emiatt van ez a, ez a késés. Tehát Egy, ezt, az... ezt az időhöz való ragaszkodást vinnéd oda? Azt mondod, hát vagy egy nem? részt Egyrészt, kettő pedig, tehát ugye a, a ezek a Jó, törős... de ez mondjuk vegyük alapul a felgyorsult világnak. Egy része ez, hogy muszáj egy picit az időhöz is igen, igazodni. De, tehát, igen, részben, de egyébként, hogy Etiópiára utaljak, ott viszont nagyon fura az, az, a, az a dolog, hogy a fejlődés, ugye amit mondtál, mm. hogy az Afrika más-más területen teljesen más. Mm. Tehát Etiópiában borzasztó gazdasági fejlődés van, bár most sajnos háborús helyzetek vannak, tehát a polgárháború mm. van kialakulóban. E, és ezen a következő, ami, ami a... a az egymás vallása iránti elfogadás kellene. E, igazából meg a törzsek, akik harcolnak egymáshoz. Ez, ez a borzaság, hogy a és ezt kellene. Igen, kínálnak, és az igen, a igen, igen. Hát ez van, igen. Mondjuk ez nem csak Afrika. Igen, de itt ki Afrika van én. exponálva. Mm -hmm. Tehát itt annyira, amikor két törzs egymásnak esik, és abból lesz egy egész országra szóló háború, tehát hogy. Mm -hmm. De figyelj, nekem volt egy, 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 egy periódus az életem, amikor nagyon sokat vitáztam emberekkel, és akkor mindig mondták, hogy te nem is vagy magyar, mert hogy nem úgy nézel ki. Mondom, alapvetően az identitás tudat az sosem ö, feltétlenül fizikai megnyilvánulás. Hát, az a az tudat az nem fizikai, hanem az egy belső tudat, amitől m -m. alapvetően azt mondod, hogy te valamilyennek érzed magad, itt szocializál, ott szocializálódtál, az iskola rendszert, a kultúrát megismerted, etc. Tehát te annak érzed magad, és pont. És ez akkor tény, de egyébként én feltettem volna ennek az úrnak a kérdést, hogy ugyan nézzük meg a családvállalatot, hogy honnan Tehát, hogy hol vezet vissza. Ja, hát igen, az egy alapkérdés, hogy azért a, a, a magyar kultúra ez, társadalomban. Ezt, 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 ezt. A... vagyok mindig, amikor is érdekesek előre. lennének. Igen. <laughs> Elég. Véleményvezérek. vezérek és az indiánnal. Hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Budapesten is környékén tekerj a 98.6-ra, vagy hallgasd online a mannafm.hu oldalon. Manna FM örömre hangol. Most már említettem, hogy ugye kávé van a legérdekesebb helyzetben. Egyik felmenője sem magyar, viszont Magyarországon találta meg a, a jövőjét, legalábbis a boldogulását. Na, te minek érzed magad? Szomáliai, aki magyar, vagy magyarnak, aki szomáliai? <laughs> Amúgy ez kicsit mindig bonyolult. Én nem gondolom magamnak magyar. Oké, okay, együtt dolog, hogy most magyar álmom vagyok, de én mindig szomáliinek gondolom, de nem is tudok mondani azt, hogy én szomáli, nagy szomáli vagyok, és ebbe hiszek. Ezt mondanám mindig, hogy ilyen büszke vagyok annyira magamra, hogy szomáli vagyok hanem az, hogy én én káfi vagyok, de Szomáliában hát. születtem, hát. és Somáliában Szomáliában nőttem, most pedig itt vagyok Magyarországon, és itt élem, és hát ez vagyok. Szóval uh, az nem kötött semmihez nekem, csak ez vagyok, aki vagyok, és káfia, aki <coughs> a fontos, igen. igen. Ez a kafé fontos. békén, káfi vagyok, az csá. <coughs> <coughs> Na, Na, bálint, bálint, neked is érdekes azért, hát, ezzel, ő... hogy még nem jártál arra. Igen, igen, de hát ugye mondtam, hogy én magyar magyarnak vallom magam, úgyhogy igazából meg, meg tudok könnyezni egy szép magyar verset, meg tudom könnyezni a pápai utcákat, amikor már nagyon régen nem sétálok, sétáltam rajtuk, úgyhogy igazából ennyi. De egy, egyébként egy speciális helyzetben vagy, mert pont akartam mondani, jó, persze addig, amíg ötse csak hozzád nem vágják az utcán, hogy miért te honnan jöttél, meg menjél vissza. De volt speciál... már ilyen, igen? Volt már ilyen, persze. A volt mondtad mi, hogy a pápára hova pápára? menjek pápára? <síthat> <síthat> nem, amúgy, amúgy egy pápán voltam úgy pont ez, ja. hogy, 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 menjél vissza haza jöttél. jött, jöttél, hát ez hogy te nem ide való, Nekem való vagy. Érdekes amúgy, hogy kimondtam, most nem akarok ebbe bemenni. De, de hogy ezt hogy, hogy élted meg? hogy Jól esett? Nem, Jó kérdés, nem? nem? Jó esett? Nem, nem, nem esett jól, mm. de, de igazából a barátaim igazából, akiket ott szereztem, már akkor ezek, ezeken segítettek átmenni, úgyhogy mm. annyira nem volt probléma. És, és aztán ezek szépen el is múltak, mert akik, akik először mondták ezt, utána ők is megismertek engem, és utána ők is már barátaim lettek. Hmm. Na, ez érdekes. Ja, és azt akartam mondani, hogy ugye mind, hát mindannyiatok azért valamilyen szinten benne van a köztudatban, és azért ez egy másik, másik helyzet. Tehát lehet, hogy az van, hogy akit ismernek, most mondtad ki hogy akit ismernek, attól már nem félünk. Mert alapvetőleg ez az egész uh, ellenérzés uh, más kultúrák, vagy más akármik iránt, ez szerintem a, a tudatlanság valami. és a félelemből. Persze, nem ismernek, azért be vagyok tojva. De mivel te is már szerepelsz már ez, ezért jó régóta, uh, a. is belecsapott a lecsóba, meg azért Bálint is azért, tehát azért benne vagyok összületben, nem biztos, hogy rajta, rajtatok, vagy rajtunk csapodnak le ezek a dolgok. Hogy érzitek ezt? Hmm, nem feltétlenül, mert hogy, hogy bár akkor még akkor én már zenekaroztam, de hát főiskola ide alatt azért volt nekem is egy-két uh -huh. meccsem a színedekkel. Tehát hogy azért, azért találkozunk. De mind a mai napig van ilyen egyébként. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy ez szerintem ez nem ismeretlen egyikünk számára sem. Mint hát, milyen elég. fura, hogy most azért elég nyitott már a világ, és tényleg mindenki balra jobbra mehet. Ami, és ami, ami és, és ott folytatja az útját, aztán majd visszajön. Hát igen, de a másik nagyon furcsa dolog, hogy, hogy vannak olyan népcsoportok, például a romák sokszor, tehát azt hiszik, hogy én, mint mind testvérem, és stb. És ezért nem sértődök meg, és általában azt mondtam, hogy figyelj, még lehetnék roma is, de nem vagy. Tehát, hogy, hogy így, így, vannak a népcsoportok, akik viszont teljesen ö, húznak az irányunkba, tehát hogy ilyen nagyon fura ez az egész, hogy, hogy, hogy így, így alakul. De ez nem inkább a keleti blokkra, kelet-európai blokkra jellemzőbb ez az egész. Nincsenek tisztában az emberek egyébként. Mert azért, használják, ha azt a Nyugat-Európában, azért teljesen más a szitu. Más, mert volt azért csak végigdámatosították ugye... a világot egy pár, pár Hát igen, annyi, meg úgy... teljesen vegyesek a társadalmak. Igen. Hát ott gondolom sokkal elfogadóbb mindenki. Ja, szóval Én akkor végül. bevettem, mi vagy? Etióp magyar vagy magyar etióp? Mind a kettő. Mind a kettő? nagyon érdekes egyébként, tehát amikor uh -huh. Etiópiában mondtam, Etiópnak éreztem magam, akkor itt vagyok Magyarországon, akkor magyarnak. Uh -huh. Attól függetlenül, így születtem, tehát hogy, hogy ezt, ezt, én nem tudom ketté választani. Tehát, uh -huh. mind a kettő az én részem is hozzám tartozik, így vagyok kerek egész. Tehát ezért mondtam az legelején ezt a, aneddótát, uh -huh. ezt a, hát a netdótát, vagy nem is tudom, minek nevezzem, hogy, hogy, hogy fontos az embernek tudni a gyökereit, mert ebből áll össze az egész lénye. Mm -hmm. És szerintem nem is kell választani, nem kell magyarnak lenni, vagy a tudják lenni. lehet. Igen, erre mondom. mondom. lehet. A mai mostani nyitott világban már szerintem ez, a mindenki ez, ez csoport akarja tartozni. Ami, ami, Tényleg mindenki, bárki jöhet, mehet. Most be bárki. De ha tud, akkor mert mehet és élhet. Egyébként a nyitottságra visszautalva, hogy nagyon érdekes, hogy nem is, nem is a bőrszín alapján vannak ezek a és országok alapján. Én Franciaországban tapasztaltam azt, hogy nem is van francia, tehát hogy idézi tért, tett felsőbb tehát inkább a határok, amik, amik. De egyébként nem kell messzire mennünk Romániáig, tehát hogy, hogy inkább ezek, ezek szabják most már meg, mint a, 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 a születés általi hovatartozás. Uh -huh. Ma még egy utolsó kérdés. Tehát a bebénél meg nem jártunk ott, vagy ott jártunk már, hogy te mit vinnél oda, és mit hoznál ide? Igen. Na, a család. Igen. Hát a család. Ez a megtörtént. A, a, vallási dolgoknak az elfogadása, ez az egész világon, világon probléma. Hát ez, ezért vannak háborúk. Most ezért nagyon sokan meg fognak engem kövezni, de, de a vallás az egyik legnagyobb probléma. Tényező, nem. ami háborúkat váltott ki, ami ott a világ a világ. mindenki meg van vagy nincs mindenki meg keresztelve? Az Igen. is érdekes, mert, hogy ugye a kafi váltott egy, egy vallást. Hát Igen, az, tehát én az én egyik pólusból át a másik pólusba, ami azért erőteljes váltás, de hogy ez a saját, ide, tehát a saját magadban ez hogy zajlott le, ez is egy érdekes történet. Igen, inkább az érdekelne, hogy hogy indult és miért indult el, hogy akkor te nem csak Élet, életet és országot is földrészt váltasz, mm. ha nem A valós, És igen, igazából nekem Fontos volt mindig tudni, hogy ki uh, a -e Isten, miért csinálunk azt, amit csinálunk, miért hiszünk ezt, amit hiszünk. És ott Szomáliában nem annyira engednek, hogy kérdőjelezés semmit, tudod. Mm. Hogyha valami kérdése van, akkor csöndbe kell maradni, mert ó, ez nem szabad, nem, nem kérdezünk ilyeneket, ilyen szokták mondani. És hát uh, ide jöttem, és akkor teljesen nyitott volt, volt nekem a világ, tudtam érdeklődni, tudtam kérdezni, és volt. Engedik, egy... hogy megkérdőjelezd mondjuk, a nem Itt tudom a Bibliát? Szóval? Kérdéseken? Magyarországon? Hát én megkérdezem, ha van kérdésem. Ja. <laughs> Jó. <gül> Tényleg. És aztán hát ide jöttem, és volt lehetőségem, valaki, akit ismertem, keresztén volt, és nagyon sokat fitackoztunk, amúgy, hogy miért ez és a koránt is, koránt és megnézte ő, és én is nagyon sokat tudtam. És így én úgy éreztem, hogy ez közelebb áll nekem, mert fontos Isten, de az, hogy ki, ez az Tudod, nem ugyanaz. Uh -huh. És ezért lettem keresztény, és meg is lettem úgy keresztelve. Annyi van, hogy kifut. Hát, lassan most már így. Kifújtunk. Ugye, kifújtunk. <hums> kifújtunk, hát ennyi, ennyi, kifújt. A nem a időn izért véget leértünk vácra. Úgyhogy, <hums> úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy sajnos el kell búcsúzunk, pedig azért még lenne ebbe egy-két dolog. Az a kérdésem, hogy Bálint kevesebbet beszéltél általában, mint a többiek, de gondolom azért, mert nem hagytak szóhoz jutni, vagy mert Igen. benned maradt valami. Nem maradt bennem semmi amúgy. Kérdezném -e még valamit? Nem, abszolút. Csak azt hittem, hogy nézzek. a visszakérdezett Jó. Na, akkor viszont szeretném megköszönni nektek, hogy itt voltatok. És köszönjük, és köszönjük. Gyere, köszönjük, hogy eljöttetek. Itt volt velünk Ekanem Bálint, a Bebe Dániel, Bebe és Magdi Said. Kafia, Kafi. és Gader András, hát Galer András, India. Hát ő, ő is ilyen beszorol a Igen, hát, és itt igen. a sarogó. Így van. Na, hogy De e... mi már megszóltuk egymáshoz azért. Észesen, ez itt van, csak egy hallod. Meg látszik egy kalapot. Tehát már, tud, mint a, Mátrix, vagy, mint a Matrix, amikor ilyen látok egy kalapot, hogy itt van. Most, így. van be, de, tudom, hogy itt van. Őt a meg meg bevilágítjuk, hogy lássam. <laughs> Na, ha a kedves hallgatóknak meg, viszont meg szeretném köszönni a figyelmet, akkor találkozunk jövő héten, ugyanekkor ugyanitt, addig is rádiózatok. Köszönjük, sziasztok. Hello sziasztok. A... Sziasztok. Sziasztok. Véleményvezérek. Artúrral és az indiánnal. Manna FM. Örömre hangol!